Sátoraljóújhelyi Sárospataki és Boldogkővárályai pedagógusok több évtizedes eredményes munkáját ismerte el a Belügyminisztérium a Pedagógus Nap alkalmából. A Sárospataki Tankerületi Központ számára az oktatóinak ez a fajta elismerése mindig büszkeség. A tankerület számára mindig óriási elismerés, és egyben öröm, amikor a hozzánk tartozó intézmények kollégái, vezetői elismerésben részesülnek, hiszen ez azt jelzi számunkra, a fenntartó számára, hogy a munkájukat megbecsülik. Ahogy a laudációkban is elhangzott, bizony 40 vagy több mint 40 évet dolgoztak a pedagógus pályán ebben az élethivatásban, és legtöbbjük bizony intézményvezetőként vitte végig pályafutásának a hosszabbik részét. Sátoraljóújhelyből Barni Miklós, a Kazinczy Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű nyelvoktató német nemzetiségi általános iskola biológia testnevelő szakos tanára, intézményvezető helyettese, és Csökölyné Gegő Zsuzsanna, a Kazinczy Ferenc általános iskola Esze Tamás tagintézmény tagintézményvezetője, tanító magyar szakos tanára kapott elismerést. Arra nagyon büszke vagyok, hogy 1968-tól az Esze Tamás iskolába járok. Itt voltam első osztályos, és azt a néhány évet, amit nem itt töltöttem, azt igazoltan töltöttem a középiskolába és a főiskolán. Aztán rögtön itt kezdtem, és nagyon örülök, hogy egy olyan intézményben dolgozhattam, ahol a pedagógus kollégáktól kezdőként rengeteget tanulhattam, és nagy örömmel töltött el, hogy utána a fiatal generációnak én is segíthettem. Azt hiszem, hogy pedagógusnak lenni az minden időben egy küldetés. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskola két tanára, Szegediné Gonda Zsófia és Szegedi Istvánné részesült elismerésben. A pedagógusok számára kihívás állandó értékeket egy változó világban átadni. Rögtön az a szó jutott az eszembe, hogy az értékek állandók, de hogy tudjuk átközvetíteni a jelen fiatalságnak, a jelen tanulóknak, az a módszer az folyamatosan változik. Azon kellett nekünk is változtatni, meg az évtizedek során minden pedagógusnak. Nem egyszerű egy pedagógus munkája a hátrányosabb kistérségekben, mégis hordoz örömteli kihívásokat. Azt gondolom, hogy a pedagógus pályának az alapja az emberi kapcsolatoknak a teremtése, és ezekre az emberi kapcsolatokra lehet építeni elsősorban gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal egyformán, és hogyha ezeket a jó kapcsolatokat képes az ember megteremteni, akkor nincs probléma. Nagyon fontos az elfogadás, erre kell minden munkát építeni, ez a kezdet. A díjátadón Fricker Györgyné, az Olaszliszkai Hegyalja általános iskola nyugdíjba vonuló igazgatója tankerületi elismerő oklevélben részesült. Meglepődtem, és először szólni se tudtam, másnap tudtam megköszönni, mert nagyon elérzékenyültem. Az ember végzi a feladatát, csinálja. Nem azért csináljuk, hogy valami elismerés, de nagyon-nagyon jól esik az, hogy az ember munkáját elismerik. Tehát nekem már volt miniszteri dicséret is két alkalommal, és mélységesen örültem neki, amikor a tankerület, mint vezetői munkámat elismerte. Az oktatók számára az ilyen elismerések megerősítést adnak az eddig képviselt irányvonalra vonatkozóan, és motivációt annak hathatós továbbvitelére.